hát ha ezt elbírnám mondani. A fejlődésünkön dolgozunk ezeken a szemináriumokon. Azt nehéz összefoglalni. Tanulunk, gyakorlunk. Az a vicces, hogy mindezt játszva. És csomó élményt szerzünk. Mindeközben, hogy magunkon dolgozunk. Önmagunkat fejlesztjük, de ezáltal a többieken is segítünk. Mindenféle képességfejlesztő gyakorlatot, ami megváltoztatja a nézőpontunkat az életről. Mindenféle oszkúr feladatokat végzünk. A fő hangsúly az általában szexpert operátor gyakorlatokon van, illetve a Matrix gyakorlatokon van. Fel van építve egy fizikai gyakorlatsor, egy intellektuális, és legvégén ez össze van fonva egy komplex megnyilvánulásban. De alapvetően három részből áll, mondjuk így, hogy egy szemináriumi nap. Az első részben hogy beszélgetni szoktunk, kérdésfelek, tisztázása az előző napnak, illetve az eltelt időszaknak, mondjuk így az előző szeminárium óta, illetve hogyha most így közben felmerült valamilyen kérdés, azt átbeszéljük. Sok beszélgetés van. Nagyon sokat beszélgettünk. A nap közepén, némi pihenés után, EOS gyakorlatok szoktak lenni. Az expert operátor gyakorlatokkor egy kicsit el tudunk mélyedni, aminek során különböző képességeinket tudjuk fejleszteni. Elsősorban az együttműködés képességét. Esténként pedig a varázslat kezdődik. Este pedig közösen a Terecskémai Black Boxon szoktunk gyakorolni, modellt építeni, problémát megoldani. A Black Box az, ami leginkább az életemre hatással van. Én úgy szoktam mondani, hogy varázsló tanfolyamra járunk. Társadalmi modelleket építünk fel. Megtanuljuk azt, hogy az életben hogy felhelyezkedünk. Olyan gyakorlatokat végzünk, ami a test, lélek és a tudat hármas egységét fejleszti. Páros gyakorlatok. Csoportos gyakorlatokat. Az esti táncos munkát. Látszólagosan van, amelyik egyszerű gyakorlatnak tűnik, bárki számára kivitelezhető, de nagyon mélyre hatóak ezek a gyakorlatok. Leginkább jól érezzük magunkat, sokat mozgunk, sok gyakorlatot csinálunk, és nagyon sokat beszélgetünk. A személyiségfejlődésen megy mindenki keresztül, sokat beszélgettünk, különböző előadások vannak, az előadásokon kérdések merülnek fel, itt válaszokat kapunk, és hát ezekből a válaszokból nagyon sokat tudunk úgymond profitálni. Az üzleti célú kérdések is vannak, van magának magánéleti jellegű kérdések, spirituális kérdések. Rengeteget játszunk. Játszani, gyakorolni. Együtt lenni, együtt dolgozni, játszani, szórakozni és tanulni. Nagyon izgalmas játékokat. Mindenféle csuda jó dolgot. Izgalmas gyakorlatokat. Igazából nincs két egyforma nap, úgyhogy mindig izgalmas. Mindig tiszta rejtély és izgalom. A szemináriumon mindig tanulok valami újat magamról.